Álmok és emlékek címmel nyílt kiállítás a Karácsony Sándor Közösségi Ház aulájában október 9-én. A kiállításon Bere Anna Mária festőművész, a Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusának olaj festményeit tekinthették meg az érdeklődők. Bere Anna Mária művésztanár Álmok és emlékek című kiállításának megnyitóján. Elsőként fogadják szeretettel Tóth Levente előadásában Bach, B-dur, két szólamú invencióját felkészítő tanára Dr. Sápi Szilvia. Nevelő oktató munkájáért emlékeztetik.
Ezekhez nem kell semmit sem hozzátennem, jelzi oktató munkájának a minőségét. Az oktatás mellett képzőművészeti tevékenységet is végez, melynek gyümölcseit most itt láthatjuk. 2001 óta sok elismerésben részesült a szakma részéről is. 2001-ben az A Képzőművészeti Társaság és a Kölcsei Intézet Lernák című megyei pályázatán Nívódiban, 2003-ban Budapesten Eszkesztina kiállítást egyéni alkotódíjban, 2006-ban Zeneritmus Kép című megyei képző és iparművészeti pályázaton Téglás város önkormányzatának fődíjában, Nívódiban, 2007-ben a Dalok színesek című megyei pályázat különdíjában, 2008-ban Hajdú-Béla megyei őszi tárgyat Nívódiában. Alkotásai nem csak Magyarországon találhatók, Németországban, az USA-ban, Hollandiában, Angliában, Írországban, Lengyelországban, Olaszországban, Ausztráliában és Belgiumban is. Nem csak az oktatás területén képzi magát, hanem alkotó táborokban is rendszeresen részt vesz. Biharkeresztesen, Árcsófürdőn művészeleten, Balmazalok alkotó táborokban és Lengyelországban. Folyamatosan minden évben kiállításokon vesz részt, alkotópedagógus kiállítás csoportos tárlat keretében, Balmazújvároson a Semsei Kastély alkotótábori csoportos tárlat keretében, és persze Földesen képvévelte önálló kiállítás formájában. Anna Mari nem csak jó pedagógus és festőművész, hanem mint édesanyja éli életét. Nagyon büszke gyermekeire. Alexandra megkezdte önálló életét, Debrecenben dolgozik. Péter Dávid, informatikus rendszergazda, logisztikai ügyintézőként dolgozik. A művésznő is, olyan mint a jó bor, a korral csak egyre kifogyóta lesz. A mai kiállítás célja álmok és emlékek. Az álom, képek, gondolatok, hangok és érzések összessége, amely az agyon fut át hallás közben. Az álmok jutalmának oka, módja és az álmok jelentése még nem tisztázott, bár mindig is érdekelte az embereket. Az álom az egyén lelkéhez vezető királyi út, mondják sokan. Az álmokkal csak az a baj, hogy az ember egyszer óvatartalom felétek. Az emléket, papó festmények, néhányukat szeretettel védelhetjük, mások fájdalmat idéznek fel bennünk. De nincs okunk el, hogy eldobjuk őket. Csak tegyük el bizonyos helyekre azokat, amelyeket meg kívánunk őrizni, hogy akkor nézegethessük őket, amikor csak akarjuk. A Teremtőnek bölcs és ebben könyörületes rendelése, hogy eltakarja az ember szeme előtt a jövőt, és megadja az emlékezés gyönyörűségét és a remény varázsát. A művészi alkotásai egy varázslatos világot nyitnak meg előttünk. Nézzük és gyönyörködjük benne. Köszönjük a művésznőnek az alkotásokat, ezzel a kiállítást meg. Szeretném átadni Anna Marinak a szót egy rövid tárlatvezetésre. Szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon hálás vagyok ezért a képviselőt. Magánmester asszonynak szeretném megköszönni, illetve a művelődés dolgozóinak, hogy lehetőséget adtak, hogy kiállítást rendezhettünk közösen. A segítségükkel sikerült a képeket ilyen egyszerűen fölrakni. Szeretném megköszönni azoknak, akik ma eljöttek ide, és ilyen szép számban megjelentek, és együtt örülnek velem. Nagyon hálás feladat az, ami előtt most állok, ugyanis mosolygó embereknek kell valamit mondanom. Én azt szeretném elmondani, hogy remélem 2 év múlva ugyanitt tudunk találkozni, és hasonló módon tudok olyan alkotásokat kiállítani, szintén mosolygó embereknek, és ennyi mosolygó arcot látva, mint most. A közművelődő dolgozói felkértek engem, mint ahogy minden évben, hogy az alkotásokról néhány szót mondja. A
ebben a kis rövid néhány mondatban nem csak a technikától, hanem a témától is szeretnék beszélni, annál is inkább, mivel vannak olyan alkotások, amelyekre ránézünk, talán nem érthető, hogy mit ábrázol. Végül is nekem az a véleményem, hogy egy igazán jó alkotás akkor jó, ha nézi az ember, és egy idő után azt mondja, ó, tényleg, vagy tényleg ott van, vagy ezt eddig nem is láttam. Tehát a nehezebben megközelíthető, valószínűleg rabul egy jobban bennünket, nem csak a felszín, hanem ami mögötte van, azt is meg tudjuk érteni, és megragadhat bennünket. Kerültek azok az alkotások, az elején kiraktuk az összest, és kimaradt néhány. Tehát egy kicsit vegyes itt ez a néhány kép, de úgy gondolom, hogy ha ránézzük, akkor mindegyikbe átsejlik az, ami rám jellemző, a játékosság, nem a hagyományosnak a követése. Tehát itt a kis virágok, a két oldalt, ez egy pillanatnyi hangulatnak a kifejezés, ez mind a kettőnél megmutatkozik. A felső képen egy attot láthatunk, ugye kirándulós köld biciklivel, duha nélkül látható. Most a kedves látogatók részéről volt már egy olyan megjegyzés, nagyon tetszett, hogy nagyszerű a kép, a bicikliző, és csak a bicikli egy kicsit rézi. Tehát azért mondom, hogy már volt nem kritika, de hozzáértő ember véleményét hallva hozzászólása a képet. Az alatta lévő kép egy atyai emlék, atya korond mellett található kis eldugott település, és különleges kék színű itt ezen a képen, ez nem jön vissza, de olyan különleges kis székelykapus házakat látunk azon a kis már lassan kihaló félben lévő településen, ami egy nagyon szép emléket idézett bennem, és még ennyi után is megragadta a képzeletemet annyira, hogy egy kicsit abstrakt vonulattal behelyezve egy foltba, kiegészítettem a képet, és akkor ez látható végül is az az alkotás. Kedves kolléganőmnek, Varga Zsuzsának, a kislánya megszületett, és ennek a képnek az a háttere, hogy két éve megígértem nekik, hogy fog kapni a kislány tőlem egy képet, és azért Violáma az alkotás címe, végre eljutottam oda, hogy elkészült a nyár folyamán ez a kép, és majd a kiállítás pontása után át is vehetjük ezt a képet. Most ekkor ennyire belelendültem, hogy készült egy másik álmodozó kislányos kép. Jellemző rám azért van ennyiféle technika, mert nem nagyon szeretek ugyanazzal a technikával dolgozni, és sokan mondják, volt, aki azt mondta, hogy igazán az lenne jó, ha csak egy technikával dolgoznék, de biztos bele is betegednék. Tehát én azt szeretem, hogy elkezdek valamit, és akkor utána jön egy másik gondolat, de az már más technikával valósítható meg, és talán azért más, azért friss az egész, mert nem kell mindig ugyanazzal a dologgal foglalkoznak. És akkor ez pedig a három királyok, a kis bibliai témának a játékos megjelenítése. A fotótáborról munkájával rendszeresen bekapcsolódtam, illetve kapcsolódok, és tulajdonképpen a látogatások során, valamint a tábor is, van az Újvároson a Pötyi szállóba vagyunk elszállásolva, ami a puszta szélén található, tehát reggelen jártam futni, és amikor kinéztem ugye korán, akkor tulajdonképpen határba ezt a magasleses pusztára jellemző jelenetet láttam. A színvilág következtében került a három képet, nem a témája miatt, hanem azt is néztük ugye, hogy mellé rakható, egy visszafogottabb színvilágú csendélet, illetve ez a fiatal lány öntösben című alkotás, ami egy ilyen kis romantikus, könnyed hangvételt sugal. Ugyanennek a sorozatnak a tagjai a hölgyek kapcsolódó az első flóra, ugye virággal a hajában, illetve a másik oldalon a nőgyöngyel, gyöngyökkel, mind a kettő én úgy gondolom, hogy szintén ilyen lírai hangvételű nőknek a megjelenítése. Következő hármas kép, ugye engem
a virágok, nagyon gyakran és szívesen festem a virágokat, és úgy gondolom, hogy egyrészt megnyugtat, másrészt az adott hangulatomat kifejezheti. Ez nagyon szépen látszik, az a hármas kép, egy melegebb színvilágú, addig a másik oldalon, vagy a másik paraván mellette szintén olajképeket látunk, és azok inkább, tehát már vagy vegyes, hogy hideg-meleg színekkel, vagy főleg a hideg színek dominálnak. Egy hármas sorozatot láthatunk, ott a szemben lévő paravánok, a reformáció, ugye tudjuk, hogy 500 éve reformáció, és Magyarországon 454 éve reformáció, és végül is a visszafogott színvilág, ez tulajdonképpen annak tudható be, hogy még a középső képen Luthernek a körvonalat látható, a 95 tételt a Wittenbergi erőtetlom kapujára, tehát az a gótikus motivumot fönn a kaput idézi, 95 tétel kikalapálja, és ha valaki türelmesen végigolvassa az emberi alaknál alul, tulajdonképpen a reformáció kialakulásának, kezdetének kialakulásának több olvasható végig, sőt, a középső részben egész a magyar reformációig jutunk el, és annak a főbb eseményei vannak leírva. Két oldalt egy-egy keskenyebb képet láthatunk. A bal oldali, amit nagyon sokan keresnek, és örömmel mondják, én ebben a stílusban nagyon gyakran alkotom, az aranyfontúr zöld és a bordó, illetve az arany-fehér árnyalatokkal elkészített képek láthatók. A tárlóban kicsi akvarellek, illetve anilinnel készült alkotások vannak, kisebb grafikák, illetve korondi utcarészletek, korondi képek, emlékek, mindaz, ami az elmúlt években az én gondolataim között megjelent, és ezt szívesen ábrázoltam. Ezen kívül itt is vannak kis akvarell és anilin virágok. És akkor végül is a képekkel kapcsolatban ennyit szerettem volna mondani, és nem tudom, van-e valakinek kérdése? Igen? Jó? Akkor én szeretnék egy, na, hogy ne beszéljek olyan sokat, mert túl sokat szoktam beszélni, mint az hallható. Szeretnék egy olyan örömteli eseménynek elébe menni, vagy megoldani, most nem tudom kifejezni, hogy egy kicsit meg vagyok hatódva. Megkérem a barátnőmet, miután ezt elmondtam, és fogja meg a mikrofon, és én arra szeretném kérni azt a két embert, akik most itt vannak, hogy jöjjenek ide hozzám, a fiamat Petit, Péter Dávidot, és a páromat Zoltán, és ezen a szép pillanaton szeretném, hogyha megköszönhetném nekik azt, hogy már velem vannak, hogy együtt lehetünk, és hogy mindig mellettem állnak, és azt mondjam el, hogy nem könnyű nekik. Tehát azok a sikerek, amiket én elértem, amit a gyerekeimmel érnek, azok nem nincsenek ingyen. Tehát ahhoz kell, azt mondják, minden egyszerű, öntrögött egy nagyszerű férfi áll. Most ebben az esetben mellettem két nagyszerű férfi áll, és én szeretném megköszönni, és jelképesen egy kis csekélyiség, ami nem fejlődik ide mégis utal el, és a harmadik ember, ugye a lányom Alexandra, ő most nem tudott itt lenni, az egy kis pici ajándék, az ott marad a bázában, de őre is ugyanúgy gondolok, szeretettel köszönöm. Azzal, hogy részt vett ezen a mai közös esténken, és én kívánom mindenkinek érezzen nagyon jól magát, miközben itt megnézi a képeket, és ha már ilyen sok szép, gyönyörű ember ide jön, akkor élvezzék egymás társaságát, és használják ki a lehetőséget.
kellemes estét töltsenek itt együtt. Köszönöm szépen. Végül is megint két évvel innen veszük észre a telik az idő, és neked mindig próbálunk olyasmi színűveket és olyan színű világokat hozni, amit tudjuk, hogy szeretünk, és ez a kapcsoló is annyira ígyük hozzá, hogy egy ilyen kis világcsapot fogad sok szeretettel tőlünk. Most ismét Tóth Levente zongorajátéka következik. Előadásában Mozart 7 dur szonáta első tételét hallhatják. Kiállítás megtekintéséhez pedig jó időtöltés, kellemes szórakozás.